A Sztárzöldségek színpadán ma köszöntsétek hatalmas nagy szeretettel Rebekát, a fehér répát. Más néven hamburgi répának is nevezik, mert a 18. századi németek és a hollandok nevéhez fűződik a ma ismert fehér répa, azaz petrezselyem gyökér születése. Wow! Biztos ti is találkoztatok már vele különböző levesekben, mert a nagyi finom fősztjének nélkülözhetetlen hozzávalója. Kecses alakja olyan, mint a nézők között is felismerhető sárga répái. Akár csak narancssárga színű rokona, ő is gyökérzöldség, így a föld alatt növekszik, mielőtt pucolás után a levesben landolna. Igen egészséges, sok-sok értékes C és K vitamin található benne. Ha legközelebb találkoztok vele valamilyen ételben, kóstoljátok meg! A nézők már türelmetlenül várják, mit mutat nekik Rebeka. Nos, csodás, fehér és illatos belsejét! Micsoda fenséges illatok! Bárcsak ti is érezhetnétek! Psszt! Megsugok egy titkot! Az a történet kering róla, hogy a tudorok még kopasság ellen is alkalmazták. Mondjuk arról nem tudni, hogy hatásos volt-e vagy sem. Viszont egy biztos, ha egyszer megkóstolod, sosem felejted el jellegzetes ízét. Ma ezzel ér véget a sztárzöldség bemutató, hiszen sztárunk már rohan is tovább.